Sokszor szeretnek a játékfejlesztők apró részleteket elrejteni a játékaikban, amiket csak a legelhivatottabb játékosok találhatnak meg. Mi most nem ezekkel akarunk foglalkozni, hanem inkább azokat a színfalak mögött zajló részleteket akarjuk bemutatni, amikről a többség valószínűleg nem is hallott. Elképesztően hangzik, de az 1998-as, alig ismert játék a Resident Evil 2 szinte egy az egyben megjósolta a 2019-es Resident Evil 2 Remastered történetét. Mind a kettőben Leon és Claire a két főszereplő, és ugyanabban a városban, Raccoon Cityben mászkálnak egy rendőrségen. Vajon ez csak véletlen, vagy már 21 éve kitalálták a történetet? És hogyan lehet, hogy az internetet böngészve ez senkit sem háborít fel annyira, mint minket? Talán észre sem vették? Meglepő módon, bár az egész játék az űrben játszódik és bolygóról bolygóra ugrálhatunk, a fejlesztő stáb leküzdhetetlen oxigén függősége miatt kénytelenek voltak űrfelvételek és fizikusok kutatásai alapján összerakni, vajon milyen is lenne egy űrhajóval utazgatni. Akik játszottak a játékokkal, biztosan tudják, hogy egy posztapokaliptikus világban játszódik. Azt viszont biztosan nagyon kevesen tudjátok, hogy ez azt akarja szimbolizálni, hogy mi történt a franchise-zal, miután a második rész után a Bethesda átvette az eredeti fejlesztőktől. Talán még egy rajongó sem fejtette meg Gragas túlsúlyának rejtélyét. Mi azonban hosszas kutatómunkával kiderítettük, hogy a League of Legends nagyszakállú sörfőző mestere azért ilyen elhízott, mert nem eszik egészségesen és nem is sportol. Sokakat foglalkoztat, hogy miért jelenik meg más színben a Fortnite busza bizonyos játékosoknak. A válasz azonban meglepően egyszerű, mert színvakok. Ha a Death Stranding játék alkotójának, Hideo Kojimának a nevét visszafele leírjátok, Amijok Oedichet kaptok, aminek ugyanúgy semmi értelme, mint a Death Stranding történetének. A 2018-as Black Panther utolsó pályáján a játékosnak igazából egyetlen gombot sem kell megnyomnia. Ez azért van így, mert bár a látszat más mutat, ez igazából nem egy játék, hanem egy mozifilm. Érdekesség, hogy a GTA 6-ról még sehol nem érhetők el hivatalos kritikák vagy játékosok által írt értékelések. Ez elsősorban azért van, mert a játék még nem jelent meg. A fejlesztők átverték a közönséget, amikor azt mondták, hogy mindenki számára elérhető lesz a játék. Ugyanis a boltban a legfelső poltra tették, én pedig csak 176 centi vagyok. A Mario játékokban a teknősöket úgy ölhetjük meg, hogyha rájuk ugrunk. A fejlesztők ehhez az ötletet a való világból merítették, ahol a teknősök tényleg meghalnak, ha nekifutásból teljes testsúlyoddal rájuk ugrasz. Reméljük sok érdekességet megtudtatok ebből a videóból, ha igen, akkor lájkoljátok a videót és írjátok meg kommentben, hogy melyik volt a kedvencetek. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le a további összeállításainktól sem.